Szeretek gombfocizni. Apukám vett rá engemet, hogy én is elkezdjem ezt a jó játékot. Izgalmas, tényleg, hát már egy ilyen majdnem 4-5 éve gombfocizok. Igen, akkor hát ugye szerintem már azért én is fejlődtem valamennyit, és ilyen, hát én első-második helyzettel lennék elegedett, ha így hazamehetnék vele. Tavaly harmadik lettem, és hát igen. Milyen eredményeket értél most eddig el? Eddig lett nekem egy 3-0-as győzelmem, egy 4-0-as győzelmem és egy 2-2. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy az elvárásod szerint alakulnak az eredmények eddig? Igen, elvárásom szerint alakulnak. Ugye, mivel csak 4-en vagyunk így junior kategóriában, összesen 8 vagy 6 meccset fogunk játszani. És ugye most jönnek majd a visszavágók, ott is jól szereplek, akkor talán meg lehet az első-második hely, és örömmel megyek haza. A gombfoci mellett esetleg a valódi nagypályás focit is szereted esetleg? Igen, járok is hétfőnként edzésekre, söptére. Rendes nagypályán szoktunk ott is focizni, suliban is, hobbiból rendesen üzem a focit. Szóval nagyon szeretem, igen. Kedvenc csapat esetleg? Barcelona. És nem azért, mert ez a divat, hanem tényleg jóban, rosszban mindig nekik szurkolok, akár kikapnak, akár győznek. Szóval igen, a Barcelona. A 7. Vas megyei gombfoci bajnokságon vagyunk Táplán-Szentkereszten, ahol egy országos gombfoci bajnokságot rendezünk, a verseny gombfocit, ahol 52 felnőtt és 4 junior kategória versenyző játszik a mai napon. Tulajdonképpen reggeltől estéig 11 mérkőzést, és a végén pedig egy főversenygyőztes fogunk hirdetni, és osztályonkénti versenygyőzteseket. Várható volt, hogy ilyen nagy létszámba érkeznek nevezések? Az előző években is játszottunk országos versenyt Szombathelyen, ahol 30 és 40 fő közötti ranglistás versenyző jött. Most ez egy jóval nagyobb létszám, köszönhetőnek szerintem az NB1-nek is, hogy itt van nálunk, és egyre jobban játszunk, mint a Vasi gombfoci egyesület. Akkor beszéljük egy kicsit a Vasi gombfoci egyesület tagjairól. Eddigi eredményeik alapján elégedett vagy a mutatott formával, a gólok eredményeivel? Én azt gondolom, hogy a papírformát mindenképpen mindenki hozza. Megyünk, nyilván lehetnek meglepetések is. Én azt arra számolok, hogy legalább 2 osztályos versenyt meg fogunk nyerni. A főverseny az nagyon nagy bravúr lenne, hiszen itt van az ország legjobb 10 versenyzője, és ott is 10 között is van egy nagyon jó játékosunk, a 7. a Debreci István. Majd meglátjuk. Remélem menni fog neki. És ez megint csak örömteli hír, hogy a junior korosztályból nagyon fiatal versenyzők is ugyanúgy asztalhoz álltak. Nagyon szeretjük őket. Nagyon vagányak, és szeretnek gombozni. Jó kis társaság együtt. Mindig tehát ez a mai világban kicsit hiányzik, ez a fajta úgymond csoportos játék, vagy bandázás. Együtt nagyon sokat nevetnek, nagyon sokat játszanak, és jönnek a kupáért természetesen. És végezetül akkor elmondhatjuk, hogy Vas megye, mint a gombfoci fellegvár, ezen a hétvégén jól szerepelt, elégedett vagy akkor? Én azt gondolom, hogy egy jó versenyt csináltunk, mint mindig. A gombozó társadalom elégedett lehet. Mi is elégedettek lehetünk. Hajrá, Vasi! Köszönöm.